Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Városházán, és hamarosan kezdődik a Szűcs Sándorra emlékező tudományos konferencia. Dr. Nagy Molnár Miklósra, a György István Nagykun Múzeum igazgatójával beszélgetünk, mint a mai nap egyik szervezőjével. Kik lesznek ma az előadók? Gyakorlatilag ezt a konferenciát két évvel ezelőtt határoztuk el, amikor a Magyar Néprajzi Társaság tájékutató díj alapítványának kuratóriuma összeült, akkor határoztuk el a két éves programot, hiszen Szűcs Sándor halálának volt évfordulója tavaly, és Bihar-Nagybajonban kezdődtek a rendezvények. Egy időszaki kiállítás is elkészült ebből az alkalomból, amely most a múzeumban látható, és hát akkor, amikor az egész programot kidolgoztuk, akkor határoztuk el, hogy a program zárásaként egy tudományos konferencián értékeljük Szűcs Sándor munkásságát. Végül is persze ez csak egy előrendezvénye a zárásnak, hiszen 23-án, október 23-án Szűcs Sándor születésnapján Bihar-Nagybajonban fognak még ráemlékezni, és az lesz a végső zárása az egész rendezvénysorozatnak. Ez a konferencia, ezen a konferencián most 8 előadó fog felszólalni, 8 előadó fogja értékelni Szűcs Sándor munkásságát, amely munkásságot sokszor még a szaktudományunk sem nagyon ítélte meg jó szemmel, illetve sok kritikát fogalmaztak meg vele, méltatlanul teszem hozzá, mert Szűcs Sándor sokkal többet érdemelt volna megbecsülésben, és ezért mi késői utódok próbálunk egy kicsit helyre tenni, Szűcs Sándort, hogy egy kicsit ne csak a szakma, hanem a tudomány, illetve a város is jobban tudjon róla, hogy ki is volt Szűcs Sándor, és mit is jelentett a városnak. A városban ugye az volt a legfontosabb, illetve a múzeum életében az volt a legfontosabb, hiszen ő 1952-től 62-ig volt itt igazgató, és azért volt a legfontosabb időszakban, mert akkor újjá kellett szervezni az elpusztult, a II. Világháborúban elpusztult múzeumot. És ugye ezt a munkát megkezdte Péter László professzor úr, aki egy évig volt itt Karcagon, majd innen ment vissza Szegedre, és gyakorlatilag akkor Szűcs Sándor jött ide múzeumigazgatónak, és megteremtette azt a tárgyi anyagbázist, amire gyakorlatilag a mostani állandó kiállításunk is épül. Itt a kiállítást még meg lehet most tekinteni majd önöknél, ezt a vándor kiállítást, aki a megnyitón ott volt, azért sok mindent hallott Szűcs Sándorról, de ön, mint utód igazgató, itt elmondta, hogy az alapok megvoltak, de erre akkor lehetett építeni. Mire a legbüszkébb az ön által kapott örökségből, amit Szűcs Sándor lerakott a múzeumban? Megmondom őszintén, igazándiból külön nem tudnék választani, hiszen Szűcs Sándor rengeteg munkát végzett itt ez alatt a 10 év alatt. Egyrészt a tárgygyűjtéssel, amint mondottam, másrészt pedig a szellemi anyag, ami a csomó kéziratát őrizzük, írását, és Szűcs Sándor pont egy olyan időszakban kutatott, amikor még lehetett a Néphídben, illetve a Táltos hídben újakat találni, új eredményeket hozni. Ma már ezeket nem tudnánk összegyűjteni, tehát ha azt mondhatjuk, hogy igazándiból a szellemi öröksége is egy nagyon fontos dolog. Hát akkor a három fő tudósáról ma méltóképpen meg fogunk emlékezni. Reméljük, hogy akkor még sok-sok hasonló rendezvény lesz, ahol a elfeledett tudósról tudunk szólni. Bízunk benne mi is, és próbáljuk is tartani azt, hogy Szűcs Sándor mit is jelentett. Próbáljuk a szellemiségét őrizni. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen én is! Tisztelt alpolgármester asszony, igazgató úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! A Karcagi Városi Önkormányzat nevében tisztelettel köszöntöm Önöket a Szűcs Sándor 110. születésnapi alkalmából rendezett konferenciánkon. Szűcs Sándor nagyon fontos alakja volt a Karcagi Múzeum történetének. Nevéhez fűződik az intézmény II. Világháború utáni újjászervezése, annak a munkának a folytatása, amelyet Péter László kezdett meg még 1950-ben. Reményeink szerint a mai tanácskozás előadásaiból is ki fog derülni, hogy a törékeny, hangszagú néprajzkutató milyen jelentős munkát végzett a Háromföld, a Nagykunság, a Sárét és a Hajdúság területén. Ezt a munkát sajnos szaktudománya sem mindig méltányolta megfelelő képen. Szűcs Sándor muzeológusi, múzeum igazgatói munkásságának is köszönhetően a Györfi István Nagykun Múzeum ma méltó körülmények között fogadhatja a városba látogató turistákat, illetve a helyi,
valamint a környékbeli lakosokat, felnőtt és diáklátogatókat. A múzeum az elmúlt 20 év során kívül és belül egyaránt megújult. Ennek a megújulási folyamatnak eddig utolsó állomása az új állandó kiállítás elmúlt esztendőben történő megnyitása volt. Nagy öröm és büszkeség számunkra, hogy a múzeum megújítási folyamatában Karcag városa is tevőlegesen részt tudott venni. Bár az intézmény fenntartója több évtizedig nem a város volt, Karcag mindig is fontosnak tartotta a kun identitás, a hagyományok megőrzésében is jelentős szerepet játszó múzeumának sorsát, támogatását. Ezért is kaphatta meg önkormányzatunk 2002-ben a Múzeum Pártoló Önkormányzat címet. Az eltelt évek során önkormányzatunk számos múzeumi program megvalósításában segítkezett, emiatt az idei fenntartóváltás, az átalakulás is zökkenőmentesen mehetett végbe. A karcagi születési magyar örökségdíjas néprajzkutató Györfi István nevét viselő múzeum jogelődjét 1906-ban a karcagi lokálpatrióták hozták létre, majd annyi hányattatás után éppen Szűcs Sándor igazgatóságának utolsó éveiben az akkor frissen létrehozott megyei múzeumi szervezet tagintézménye lett. Az 1962-től megyei fenntartásban működő intézmény 2013. január 1-én ismét visszakerült városunk kezelésébe. Karcag városa, amely mindig büszke volt hagyományaival, örömmel vállalta és vállalja a fenntartó, a gazda, a reményeink szerint a jó gazda szerepét. A központi épület felújítás után terveink szerint a jövő esztendőben a múzeum más kiállító helyének, a Kántor Sándor Farkasháznak és a Nagykunsági Tájháznak a megújulása következik. Örömmel számolhatom be arról, hogy egy idei sikeres pályázatunk eredményeként a Kántor Sándor Farkasház 1982-ben átadott kiállítása 2014-ben teljesen felújításra kerül. A felújítás követően tehát a jeles karcagi farkas a Kossuth díjas Kántor Sándor életművének emléket állító állandó kiállítás is méltóképpen fogadhatja majd a látogatóit. A következő esztendő során ugyancsak elvégezzük azokat a javítási munkálatokat, amelyeknek eredményeként ismét látogatható lesz a Jókai utcában álló Nagykunsági Tájház is. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az elmondottak is mutatják, hogy ma itt méltán és méltóképpen ünnepelt Szűcs Sándor egykori múzeumszervező tevékenysége nem veszett kárba. Az ő szívós és fáradhatatlan munkája után is folyamatosan fejlődik a karcagi múzeum, annak gyűjteménye és kiállításai. Szűcs Sándor egykoron ugyan még szomorúan mondta: csak az az idő jön el nehezen, amikor a múzeumot ebből az alkalmatlan nyomorúságos környezetből a maga helyére átköltöztethetik, ha majd felépül a kórház. Úgy vélem azonban, ha ma itt lehetne velünk, örömmel üdvözölni azt a változást, azt a fejlődést, amely az eltelt évtizedek során jellemezte a Györfi István Nagykun Múzeumot. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! A rendező szervek nevében köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat a mai emlékülésre. A magam és Karcag város önkormányzata, valamint a város közönsége nevében kívánok mindenkinek sikeres tanácskozást. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Nemes Lajsz Julianna Bihar Nagybajomból érkezett, és a Szűcs Sándor emlékezetéről, az ottani emlékezetéről fog itt hamarosan egy előadást tartani. Gondolom, hogy önök is nagy tiszteletben tartják az ő életművét. Így van. Az én előadásom elsősorban arról fog szólni, hogy most a mostani gyerekek, a mai Bihar Nagybajomi lakosok milyen módon őrzik Szűcs Sándor emlékezetét. Számtalan programunk, rendezvényünk van, nem csak most az emlékév alkalmából, hanem már több évtizede, amelyek mind arra hivatottak, hogy a Szűcs Sándori életművet megismertessük a Bihar Nagybajomiakkal, és ugye a hazánkat ezzel még jobban szeretjük, a mi kis sárétünket. Most láttuk a vándor kiállítás, ami onnan indult önöktől, az most éppen Karcagon látható, de gondolom, hogy azért más emlékek is vannak, amit folyamatosan meg lehet tekinteni.
Igen, ez a vándorkiállítás, ez indult Püspökladányból, és most 23-án fog megérkezni Bihar Nagybajomba a végső helyére, úgyhogy akkor az állandó helyre fog érkezni. Valóban nekünk egy kicsit más típusú emlékeink is vannak, hiszen vannak például régi levelek Szűcs Sándortól, aztán olyan kéziratok, amiket akár egy őrsi naplóba is Sándor bácsi annak idején bejegyzett a gyerekeknek, és hát ugye nyilván az ott lakással együtt járó emlékek, valóban így van. Akkor reméljük, hogy ezekről is fogunk bővebben hallani, és azt is, hogy minél többen ellátogatnak Önökhöz, és megismerik ezt a fönnmaradt emlékeket. Így van, nagyon sok látogatónk van. Azt kell mondjam, hogy inkább az idősek és a gyerekek, valamint az egyetemisták, ez a mi hatáskörünk, ők szoktak, nagyon sok iskolai osztálykirándulásnak vagyunk a célpontjai, illetve honismereti szakkörök, klubok gyakran meglátogatnak bennünket. Jó tanácskozást kívánok Önnek! Köszönöm szépen!